Fejlődő vállalkozás. 300 millió forintos támogatást kapott új beruházásához a bajai székhelyű Bácska Logisztik Kft. Továbbra is segítik a magyar egészségügyet. 20 éve hirdeti meg gyógyvarás programját a Magyar Kereskedelmi Bank. Remek szezonkezdés. Gyepre léptek a Lua Baja nagypályás csapatai. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 8-ai szerda esti híradója már is kezdődik. Tovább fejlődhet a Bácska Logisztik Kft. Új beruházásba kezdett a bajai székhelyű cég, amelynek keretében 2023. október végéig új, nagy teljesítményű üzemanyagtöltőállomás, elektromos autótöltő, egy önkiszolgáló étterem, valamint egy 1200 négyzetméteres gyártócsarnok is épül, mindezzel új munkahelyeket teremtve a városban. A részletekről a cég ügyvezetője számolt be híradónknak. Csak nem egy hónapja üzemel már Baján az ipari park területén az a töltőállomás, amelyet a Bácska Logisztik Kft. Egy GINOP pluszos pályázat segítségével hozott létre. Ezt a benzinkutat elsősorban a teherforgalom részére alakították ki, nyilatkozta híradónknak a cég ügyvezetője, Barcsákné Máté Mária. Először 7 évvel ezelőtt nyitották meg a kis forgalmú benzinkútjukat, azonban az egyre erősödő forgalom a bővítésre sarkalta őket. A partnerek, valamint a saját szállítóeszközeik üzemanyag ellátásának megoldása is cél volt a telepfejlesztési pályázat benyújtásakor. A fejlesztésről országszerte több médium is beszámolt, forgatásunk alkalmával azonban kiderült, nem csak kamionok tankolhatnak a töltőállomáson. Igen, ez egy tévhit, ez valahol megjelent. Nem csak tehergépjárművek, ugye itt a kis lakossági autósaink is, vagy akik kisdobozossal járnak, olyan a munkakör, amikor itt a kiskúton elől áll a sor, akkor vannak már rutinosak, akik hátra jönnek és a nagykúton megtankolnak, senki előtt nincs bezárva, tehát bárki tankolhat hátul is, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a kiszolgálásunk. Barcsákné Máté Mária hozzátette. A benzinkút jelenleg még fejlesztés alatt áll. A cél az, hogy éjjel is tudjon tankolni az, akinek szüksége van rá. A feltételesen vissza nem térítendő telepfejlesztési támogatásnak köszönhetően a bajai székhelyű cég mintegy 306 millió forint támogatást kapott, a fejlesztés összértéke pedig csak nem 800 millió forint, ugyanis a benzinkút mellett egy 1200 négyzetméteres fémipari gyártósorral rendelkező csarnokot, valamint egy éttermet is építenek, ezzel több mint 20 új munkahelyet teremtve. Mi itt egy olyan helyet szerettünk volna megvalósítani, ahol ezek az emberek, akiknek nincs lehetőségük másképp megoldani, mi itt egy szép környezetbe, egy remélhetőleg filométerrel tudjuk őket várni, tehát ebédeltetni szeretnénk konkrétan, itt az ipari parkba szeretnénk azokat az embereket kiszolgálni, akik szintén ugyanabban a cipőbe járnak, mint mi, hogy nem megoldott ugye az ebéd vagy az étel itt egész nap, aki itt kint dolgozik. Az étterem területén jelenleg még zajlanak a munkálatok. Az ügyvezető szerint nyár végére készülhet el teljes egészében, a komplex beruházás pedig 2023. októberében érhet majd véget. Legkésőbb március 31-ig jelezhetik a hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjai a tavaszi szünet idejére a gyermekétkeztetés igényét. Az önkormányzat honlapján található lakossági tájékoztató szerint idén is ingyenesen biztosítják a déli meleg főétkezést a bajai lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkező érintettek részére. A kitöltött formanyomtatványt a bajai kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársának kell átadni, vagy Baja megyei jogú várospolgármesteri hivatalának pénzügyi és költségvetési irodáján, az első emeleten található 15-ös számú helyiségben kell benyújtani a hónap végéig, de postai úton is visszajuttathatják az igénylők a polgármesteri hivatal címére, áll a tájékoztatóban. A gyermekek az ebédet a tavaszi szünet időtartamára eső két munkanapon, április 6-án és 11-én a Bajai Szakképzési Centrum Jelki András szakgimnáziuma és szakközépiskolája Petőfi Sándor utcai épület ebédlőjében fogyaszthatják el 11 óra és 13 óra között.
Az érintettek bővebb tájékoztatást a www.bajaiönkormányzat.hu oldalon találhatnak. 20 éve támogatja a magyar gyermekgyógyászatot a KNTH Bank gyógyvarás programja. Az akció az elmúlt két évtizedben csaknem 850 millió forinttal járult hozzá a hazai egészségügyi intézmények korszerűsítéséhez. Az idei pályázatra április 5-ig nyújthatják be jelentkezésüket kórházak, mentőállomások, védőnői szolgálatok és gyermekházi orvosi praxisok. Legutóbb 2018-ban részesült támogatásban a Bajai Szent Rókus Kórház csecsemő és gyermekosztálya, az egyik kereskedelmi bank jóvoltából. Akkor 350 ezer forint értékben vásárolhattak többek között egy új 24 órás vérnyomásmérő monitort a legkisebb páciensek számára. A Bajai intézmény az azt megelőző években is sikeresen pályázott a pénzcentrum programjára, így az elmúlt 15 esztendőben több mint 4 millió forintot nyertek eszközbeszerzésre. Dr. Károly Éva osztályvezető főorvos elmondta, nagy segítséget jelentett az anyagi hozzájárulás, azonban a továbbiakban is szükség van korszerű műszerekre, így idén is jelentkeznek a felhívásra. Tudni kell azt, hogy bizonyos készülékek a gyerekgyógyászatra adaptálva vannak, és vannak olyan műszerek, amik kifejezetten a gyermekorvoslás céljaira készültek, és például ilyen a puzoxi monitoroknak egy része is, ugyanis bizonyos életkor alatt a felnőtt monitorok nem használhatók. Hozzátette, folyamatosan nő a gyermekosztályon kezelt betegek száma, a modern eszközök az ő gyógyulásukat is elősegítenék. 20 évvel ezelőtt indult útjára a KNTH gyógyvarás programja, amely keretében a pénzintézet 2004 óta összesen 537 alkalommal több mint 850 millió forinttal támogatta a magyar gyermekgyógyászatot annak érdekében, hogy a legkisebbek minél gyorsabban gyógyulhassanak és újra teljes életet élhessenek. A kezdeményezés minden évben egy konkrét betegségre hívja fel a társadalom figyelmét. 2023-ban az anyagcserezavarokra, a cukorbetegségre, a laktóz és a gluténérzékenységre fókuszálnak, amely közel 149 ezer gyermeket érint hazánkban. Idén kiemelt elbírálás alá esnek azok a pályázatok, amelyekben az anyagcsere betegségek diagnosztikáját és gyógyítását segítő eszközöket pályáznak meg az intézmények. A pályázati keret 20 millió forint, és egy-egy pályázó bruttó 4 millió forint értékben kaphat maximum innovatív eszközöket, amivel, hát ahogy említettem, a gyerekek mihamarabbi testi és lelki felépülését szeretnénk segíteni. A beleszületett anyagcsere zavarok jelentős csoportját már a születést követően képesek kiszűrni az orvosok, míg más elváltozások, többek között a diabétesz gyakran csak később alakul ki. A betegségek megelőzésében, illetve azok szinten tartásában kiemelt szerepe van a személyre szabott kezelésnek. Ehhez is segítséget nyújt a pénzintézet programja. Az akció szervezői idén is várják a kórházak, mentőállomások, védőnői szolgálatok és gyermekházi orvosi praxisok jelentkezését, akik április 5-ig nyújthatják be pályázatukat a KNTH gyógyvarás online felületén. Rekord évre készül a turizmus. A várakozások szerint nem csak az első negyed év, de a húsvéti időszak is kiemelkedően jó számokat hoz majd. A foglalások alapján ezúttal is a wellness részleggel rendelkező szálláshelyeket részesítik előnyben a vendégek, akiknek a korábbinál magasabb összegekkel kell számolniuk. Az adatok szerint a drágulás mértéke akár a 30%-ot is elérheti a hotelek és a szállodák esetében, így egy éjszakáért átlagosan 12 ezer forintot kell fizetni. Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, februárban a foglalások száma már elérte a 2 millió vendégéjszakát, ami 10%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti adatokat. A tavalyi első negyedévben regisztrált csaknem 6 millió vendégéjszaka után idén 6,3 millióval számolnak. 2023-ban a tavaszi szünet 6 napos lesz. Az utolsó tanítási nap április 5-e szerda lesz. A rövid vakáció április 11-ig keddig tart. A várakozások szerint ez az időszak kiemelkedően jó számokat hoz majd.
Március 2-áig közel 23%-kal több foglalást rögzítettek a húsvéti hosszú hétvégére, és 36,5%-kal több a tavaszi szünetre szóló vendégéjszakák aránya, mint 2022-ben. A jelentkezők 14%-a már tavaly lefoglalta az idei tavaszi szüneti üdülést, közölte Kelemen Lili, az egyik hazai online turisztikai portál szóvivője. A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek hangversenyét hallgathatta meg a közönség a Bácskai Kultúrpalotában március 7-én délután. Az eseményen közel 30 diák előadásában élvezhették a komoly zenét az érdeklődők és a családtagok. Többen is készülnek versenyekre, így az esemény próba lehetőség is volt számukra. Március 7-én, kedden délután tartotta hagyományos növendékhangversenyét a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, amely eredetileg az intézmény által szervezett Művészeti Hét programjaihoz kapcsolódik. Idén azonban ez az esemény sorozat sajátos formában, nagyobb időbeli eltolódásokkal fog megvalósulni. Tájékoztatta híradónkat Pető Attila, a Művészeti Iskola vezetője. Évről évre így fél év táján, fél évvel múltával szeretnénk egy átfogó képet adni arról a munkáról, ami a zeneiskolában folyik, a hangszeres képzés terén folyik, és erre kínál jó alkalmat ez a hangverseny, ahol a tehetséges növendékek, az esetleg versenyeredményekkel bíró növendékek mutathatják be a tudásukat, fuvolistákat, zongoristákat, trombitást, szaxofonost, orgonistát, énekest, ütőegyüttest lehet hallani majd a mai este folyamán, tehát igyekeztünk egy változatos programmal készülni. Kett délután közel 30 gyermek állt közönség elé, csak nem 20 műsorszámmal. Pető Attila stábunknak azt is elmondta, zajlik a felkészülés a versenyekre is. Izgalmas volt az elmúlt 3 év, hiszen a járvány új lehetőségeket is nyitott, amelyre korábban nem számítottak. Egyre gyakoribbá váltak az online megmérettetések, ezeket pedig a határon túlra is eljuttathatták, így nemzetközi elismerések is születtek. A zongorista növendékek jelenleg Szombathelyre készülnek egy országos versenyre, tudtuk meg a rendezvényen. A gyerekek nyilván azt az anyagot fogják ma is játszani, amit Szombathelyen, szóval ez olyan főpróba lesz, de az az érdekesebben, hogy gyerekek jobban izgulnak, amikor a szülők előtt szerepelnek, mint a zsűri tagok előtt. Úgyhogy a nagy közönség meg is kérdezték, hogy tele lesz a terem? Mondom, igen, ó, akkor izgalom lesz. A zsűri előtt talán szakmai része annyira nem izgulnak. Magyar Lilla csak nem 3 éve zongorázik, és nagyon szereti a zenét. Az ifjú növendék stábunknak elmondta, az órák mellett otthon is rendszeresen gyakorol, főleg a versenyek előtt. Ugye most több darabom is van, inkább azokat gyakorlom, amik versenyre készülnek, és sokkal többet gyakorlok, mint átlagosan. Tehát mondjuk szoktam gyakorolni 1 órát, akkor másfelet gyakorlok, hogyha fellépés előtt leszünk meg, akkor ugye pótórák is szoktak lenni, hogy többet gyakoroljunk. Az elmúlt években hiányzott a növendékeknek az, hogy közönség előtt mutathassák meg tudásukat, de sokan kedvelték az online fordulókat is. Egyrészt a videófelvétel az jobb, mert ott nem néznek, de szeretem a élő közönséget is. A Bajai Liszt Ferenc AMI növendékei legközelebb március 11-én szombaton az MNAMK épületében vesznek részt egy vonós, fúvós kamarazenei találkozón, amelyre 3 bajai, valamint további 8 környékbeli intézmény ifjú muzsikusai is érkeznek. Így a hétvégén közel 40 kamaraprodukciót hallgathat meg a közönség több, mint 100 gyermek előadásában. Talpra Baja címmel különleges rendezvényre készülődnek a jövő heti nemzeti ünnephez kapcsolódóan, amelyre vasárnap délig várják még a jelentkezőket, tájékoztatta híradónkat a szervezők képviseletében Schumer Orsolya. Az esemény március 15-én 15 órakor veszi majd kezdetét a Bácskai Kultúrpalotában. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján 200 percben emlékeznek majd a 200 évvel ezelőtt született Petőfire, Madácsra és a himnuszt 200 éve megalkotó kölcseire.
Az esemény résztvevői az ő műveik segítségével idézik fel a reformkor gondolatiságát. A civil kezdeményezés szervezői várják azokat az irodalomkedvelőket, akik akár fellépőként, akár hallgatóként, egyedül, párban, családban vagy csoportban részt vennének a megmozdulásban. Jelentkezni privát üzenetben, a közösségi oldalon az eseménynél, vagy a talprabaja@gmail.com e-mail címen lehet. A programot a szervezők az esemény Facebook oldalán élőben is közvetítik. A felnőtt bajnokságokhoz hasonlóan megkezdődtek az utánpótlás labdarúgók küzdelmei is. A Lua Baja nagypályás korosztályai lejátszották első mérkőzéseiket. A fiúk az őszi sikerek után eredményes rajtot vettek. A Lua Baja nagypályás csapatai számára is megkezdődött a tavaszi szezon. A fiúk egy hosszú téli felkészülés után vágtak neki a bajnoki menetelésnek. Az U14-es korosztály megnyerte a regionális bajnokság őszi alapszakaszát, így bizakodva vágtak neki a felsőházi rájátszásnak. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon várta. A felkészülés alapján egy jó rajta számítottam, ez be is igazolódott. Azt gondolom, hogy kezdésnek egy jó játékkal 7-0-ás győzelemmel tudtuk indítani a bajnokságot. Az U15-ös fiúk is az MLS regionális délkeleti bajnokság 7 csapatos felsőházi rájátszásába jutottak, ahol már túl vannak két találkozón. Az első két mérkőzés nagyon jól sikerült. Szeged látogatott első fordulóban hozzánk sikerült egy 3-1-es győzelemmel abszolválni a mérkőzést, most pedig Békés Csabán jártunk a hétvégén, ahol szintén 3-0-as győzelemmel sikerült tovább menetelnünk. Következő állomás Gyula lesz, most vasárnap, szintén Gyulán, tehát hosszú út vár ránk, és megpróbáljuk bevetni a gyulai várat. A Békés Csabai győzelemből a mindkét szélen bevethető Kassai József 2 góllal vette ki a részét. Az előző meccseken bal szélsőt és jobb szélsőt játszottam. Hát Békés Csabán rúgtam 2 gólt, szóval azzal úgy nagyjából meg lehetek elégedve. Szeol ellen ott is viszonylag jól, ott nem játszottam végig, de még fejlődni kell. Azt mondd a létszés, hogy milyen a csapat egység, milyen a csapat hangulata. Hát jó, vagy mindenki mindenkivel, igazából ezzel nincsen probléma. A kisebbekhez hasonlóan az U17-es csapat is a felsőházi rájátszásban folytatja a küzdelmeket. A fiúk előbb a Grosics Akadémiát verték itthon, majd Tiszakécskéről hozták el a 3 pontot, így a tabella első helyén várják a folytatást. A legidősebb korosztály az U19-esek már túl vannak 3 győztes bajnoki mérkőzésen, melyek az őszi szezonból lettek halasztva, és ezzel ők is a felsőházba jutottak. Igazándiból felsőházban azért kellett nekünk oda bekerülni, hogy hasonló kaliberű csapatokkal játszunk, mint mi vagyunk, ott tudnak a gyerekek fejlődni. Igazából én nem tettem a csapatok elé helyezési korlátot, mindenki ellen azt tudják, hogy azt hozzák ki magukból, amit tudnak. Mindegyik edző kiemelte, hogy a legnagyobb erősségük a csapategységben rejlik. A trénerek számára pedig fontos, hogy fejlődjenek a fiatalok, és viszont lássák tőlük az edzésen gyakorolt formációkat. Vezető híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Fejlődő vállalkozás 300 millió forintos támogatást kapott új beruházásához a bajai székhelyű Bácska Logisztik Kft. Továbbra is segítik a magyar egészségügyet, 20 éve hirdeti meg gyógyvarás programját a Magyar Kereskedelmi Bank. Remek szezonkezdés, gyepre léptek a Lua Baja nagypályás csapatai. Híradónk végén köszönöm figyelmüket. Legközelebb, holnap várjuk Önöket friss híradóval. Szép estét kívánok! Viszontlátásra! Csütörtökön a nap első felében még erősen felhős idő várható, majd délutántól csökkenni, gomolyosodni kezd a felhőzet.
A délután második felére már jó részt gomoly felhős, napos idő várható, némi fátyol felhőzettel. Összességében több helyen várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. Utóbbira nagyobb esély a Dunántól nyugati, délnyugati felén, illetve a déli ország részben van. A nyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a nyugati tájakon lesz a melegebb.